Na jó estét ismételtem mindenkinek, sziasztok! Ha a mai napot nézitek, az azt jelenti, hogy hétfő van. Ha minden igaz, hétfő van, tehát vasárnapra nem terveztem semmit. Ja, ezt továbbra sem tudom kinyitni, szóval ez egy eléggé izgalmas kérdés tesz, hogy hova a francba fogok tudni tovább jutni. Térképem az egy deka nincsen a helyhez, szóval ki kéne találnom menet közben, és őszintén megmondom, be vagyok szarva ettől az egésztől, jó? Tehát a kórház az a legparább az összes közül. Semmi. Remélhetőleg valahol még itt fogok találni bármit az égvilágon. És nem odébb, nagyon remélem. Very fucking hope so. Na nézzük csak, mi az ott. Azt mondja, hogy olvassunk. Due to the repeated instances of keys getting misplaced from this point forward, they are to be returned to the locker at the end of every shift. Szóval, mivel rendszeresen tűnnek el a kulcsok, ezért a mai naptól fogva rendszeresen vissza kell vinni őket a szekrénybe minden műszak végén. All staff are required to memorize the padlock combination and are not to disclose it to anyone but authorized personnel under any circumstances. Tehát minden egyes dolgozónak meg kell jegyeznie a... mi az Isten, a zárkombinációt, és nem mondhatja el senkinek, csak megbízott személyeknek, bármilyen körülmények között. In case of any problems, report to the head nurse in examination room 3. Tehát bármi kérdés esetén, menjetek vissza a főnövéhez a hármas szobába. Semmi az égvilágon. Szóval, hármas vizsgáló, az lesz a következő állásunk, a következő állomásunk igazából. Ja, igen, tehát ezt már megnéztük, igen. Jó. Izgalom, móka, kacagás. Reagál, hogyha belesütünk a szemébe. Telibe? Azaz. Tök jó. Hú, bocsánatot kérek a hangomért így előre is egyébként. Az a helyzet, hogy kettő érdekes dolog történt velem. Az egyik az, hogy tegnapi nap folyamán Cannibal Corpse koncerten voltam, ami nagyon király volt. Dr. Hughes és Dr. Atkinson a kertben. Nagyon parán néz ki az egész. Na mindegy. Tehát egyrészt tegnap Cannibal Corpse koncerten voltam, és a lelkemet kiüvöltöttem, szóval innentől kezdve a hangom az nem feltétlenül 100%-os. A másik pedig az, hogy sikerült rendkívüli módon megfáznom, szóval elnézéseteket kérem, hogyha bármiféle furcsaságot hallotok rajtam, jó? De legalább a sipolás megszűnt, ha igaz. Brookhaven kórház 1920 körül, oké. Továbbra sem tudom, hogy merre fele kéne mennem, de majd gondolom kiderül. Ez itt egy exam room, oké. Ott mi van? Nézzük, csak azt mondja, hogy remember, tehát emlékezzen, hogyha a következőket tapasztalja. Rossz étvágy, vagy erőteljes súlycsökkenés, álmatlanság, vagy túlalvás. Igen, azt mondja, hogy a szokásos tevékenységeiben nem talál örömöt, értéktelennek érzi magát, nehezen tud gondolkodni, vagy koncentrálni, azonnal vegye föl az orvosával a kapcsolatot. Hát igen, a depresszió az nem egy elhanyagolható dolog, tény és való. Ez nyitva van, és az nyitva van? Nem tudom. Ó, szia Laura! There. Laura! Wait! It's okay! We don't want to hurt you! Why would she run from us? I don't think she likes me very much. Ja, hát úgy tűnik, hogy Jace-et nem kedveli, nem baj. Ezt a rajzot meg már láttuk egyszer. I don't know. És nem tudjuk miért, oké. Szóval most itt vagyunk a lépcsőn, ott jöttünk, akkor megnézem. Továbbra sem tudom, hogy hol az Isten nyilában van egy rohadt térkép, szóval... kizárásos alapon megpróbálok. Ja, hogy arrafele próbáltam menni, és nem arra sikerült, ugye? Ja, oké. Szóval akkor ki kéne találni igazából, hogy mi az, amit még nem fedeztem föl itt, ezen a szinten. Mert hogy térképen még mindig egy deka sincsen. Erre fel mi van? Ja, itt jöttem be, oké. És itt nem volt térkép valahol? Mert egy időjárás... Nehezen tudom elhinni egyébként, hogy sehol nincsen a játék elején valahol. Itt ugye, ja, a fegyver lett volna, ha lenne, de nincsen. Szóval akkor megyünk tovább. Bocsi Mária, elnézést. Bocsáss meg, tova. Jó, igazából csak kerülöm az elkerülhetetlent, ugye? Elvileg itt jöttem be. Nem, itt nem voltam már? Nem tudom. Ah, gyógyszer. Mennyim van? Kevés. 2-2, az még mindig nem túl sok. Slozin, valaki rád? Nem, senkire nem tudom rátörni. Nem, csikkek. Kiváló. Ah, na meséljetek, hogy vagytok?
Ez most már a, nem tudom, 9. epizód talán, amit így hirtelen fölpakolok. Szóval gondolom, hogy most már van nektek némi fogalmatok, hogy mi az Isten történik itt, vagy nálam, vagy másnál. Oké, ezt majd kulcsra fogjuk tudni kinyitni. Tuti Isten, hogy el fogok tévedni. Szóval ott jöttem be, arra elvileg semmi nincsen, mert hogy minden zárva van, az határozottan, és... James, az mit nézett? Ja, fényképeket, oké. Ez pedig szintén gondolom. Ja, határozottan, és ez? Ez is rendkívül. Akkor igazából kettő opcióm van. Nem megyek még a lépcsőre, hanem fogom magamat, és elmegyek szépen a másik irányba először. Az úgy tűnik, hogy még ezen a szinten van. Nézzük meg. Oké, és semmi. Ez egy lift, ide még nem fogok tudni menni, gondolom. Ja, áram az nuku, miért lenne persze? Természetesen. És itt? Zárva, fuck. Ez határozottan zárva, nézzük csak. Hármas vizsgálót keresem, de hát akkor errefele nem jövünk kizárásos alapon. Vagy csak... Mondom, hogy bejövünk. Ha mondtam én, oké. Mi volt ez? Nővérke, 100%. 100% egy nővérke volt. Na, mi van itt nekem? Oké, szirincs. Legalább már három van. Kórházban azért csak lehet találni mindenféle ilyen hirtelen meggyógyító italokat, ugye? És az? Az mi? Az nem az. Fuck. Nézzük. Tuti is, hogy bele fogok szaladni egy rohadékba. Nyakba ugrós lesz, vagy nem? Ez micsoda? Azt mondja, hogy I wrote it down for you in a way you should finally be able to remember. Once you're in the lobby, just look around now. Remember nurses, doctors, trees. Oké. Okay. Tehát, hogy úgy írtam le, hogy végre emlékezzél. Nézzél körül a lobbyban, és emlékezzél. Nővérek, orvosok, fák. Oké. Okay. Akkor gondolom meg kell számolni őket. Ah, ez az. Az nyitható, vagy nem? Nyitható. Csak erre vissza, ugye? Ja. Erre vissza. Jó, akkor most visszamegyek oda, és meg kell néznem akkor a képeket, ugyebár. Szóval a fából 4 darab van. Aztán akkor volt ott... hogy volt nővérorvos fa? Azt hál' Istennek, azt nem kell megszámolnom, azt is ide látom, hogy túl sok van belőle. Az egy térkép, és én ezt eddig nem láttam. Fuck! Az hát, persze, hogy az. Jó, akkor. Jó, akkor... az 4 darab van, oké. Okay. Orvos az 2. Ez így van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tehát akkor... 7, 2, 4, ugye? Elvileg, ha igaz. Itt volt, vagy nem itt volt? Nem is emlékszem már. Nem itt volt. Ez micsoda? Azaz! Semmi. Fuck. Oké. Okay. Padlocks, de akkor itt van bent. Oké. Okay. Nézzük csak. Azt mondja, hogy mi volt, akkor 7, 2, 4, ugye? Kiváló! Mit kaptunk? Nézzük csak, azt mondja, hogy pince. Jó. Természetesen pince. Nézzük csak, akkor mink van? Jó, exam room 2, oda át tudtam menni, exam room 3-ba, tökéletes. Jó, aztán akkor... Ott recepció, ott már jártam, ez zárva. Nézzük csak, ott nem tudok tovább menni, akkor kizárásos alapon lefele kell mennem a pincébe, mert miért ne? Persze, hogy a pincébe kell menni, baze. Persze, hogy a pincébe kell menni, hogy szakadna össze. Persze, hogy a pincébe kell menni. Nagyon-nagyon. Nem arra ment Laura, szóval akkor megpróbálok följönni először, ha tudok egyáltalán. Nem akarok a pincébe menni igazából, amíg nem muszáj. Szóval lehet, hogy itt nem fogok tudni bemenni, ugye? Nem, hát persze, hogy nem. Akkor marad a pince. Ez így kicsit egyértelműbb.
Itt valami, nem? Ott valami? Határozottan? Nem. Semmi. Megint ezt játsszuk. Az oké. Ezzel talán túl fogom élni. Talán. Nem vagyok benne biztos, de talán. Pincéhez nincsen... Pincéhez nincsen, most szedem föl. Persze, menjél be! Idióta. Nem. Akkor nézzük csak, merre fele tudok menni. Az zárva van. Oké, nem. Miért van egy érzésem, hogy ez annyira nem lesz fasza, de mindegy. Lift. Nem, ez zárva van. Jó. Akkor nézzük csak, elvileg ott szemben is van egy. Meg generátor egyben nyílik talán. Megnézzük azt, jó? Oké, és... Ja, jó fele megyek, próbálok nem elhamarkodott lenni. Ez így van, gondolom, amint beindítom, akkor jönnek a szarságok, ugye? Nézzük, mi kell hozzá. Benya, meg... Ezek a kapcsolók, a benzin kell hozzá mindenképpen. Mögötte valami esetleg? Nem, bukó, akkor csak erre tudok menni. James. Valami ott klapfogott. Bazd meg! Áh! Mi van már te? Ökör már! Megint? Mit találtál? Mi van? Lábas jószág! Bazd meg, rám ugrott! Íj, ez nem lesz jó! Ez határozottan nem jó, de nem baj, elfogadom, jó? Ezzel még ki vagyok békülve. Bocs, Mari, elnézést. Nem volt szándékos, legalább... Ah, legalább visszakaptam egyet, kiváló. 3-3, egészen jól állunk, oké. No, James, I'm not. Not at all. Bocs. I'm sorry. I know. Dehogy sajnálod, rosszabbet sajnálod. Elvileg arrafele nővérke csaszogott, ha jól láttam. Ez meg a... milyen szoba? Boiler room. Ide benéztem, vagy nem néztem? Csak akartam szerintem, nem? Ja, ezt még jelenleg nem tudom beindítani, és itt van egy másik szoba! Rohadtul tök... Ilyen! Komolyan így kell mondani, baszott? Én itt próbálnék csépelni, vagy valami. Te meg útban vagy, te... Nőstény állat, azt mondja, még egy olyan cucc. Kedves férfiak, sosem elég, amit tesztek, jó? Sosem. Sosem. Oké, Benya megvan, kiváló. Akkor gondolom, most valami a nyakamba fog ugrani, szinte biztos. Itt ki balra, aztán jobbra. Így meg szart se látok, szóval muszáj a lámpa. És akkor elvileg, ugye? Ja. Itt be, oké. Jó. Jó, hogy az üres! Banyek, francba! Hát akkor ezt nem fogjuk még használni. Valami flutykoz, csak nem tudom, hogy hol.
Bal fülemben hallottam pedig, szóval nem tudom, nem tudom. Ja, ez meg csak valami mosókonyha. Szóval szerintem elmentek. Egyelőre persze, valószínű. Hova kell fölmennem, vagy... Gondolom a másik teremben lesz valami. Nézzük. Nem sze... Nem szeretem, amikor ennyire nyitott a tér a... Jó édesanyját, oké. Okay. Fazd meg, jó, akkor én voltam a gyorsan. Oké, okay, jó. Na, nagyon nem szeretem, amikor ennyire nyitott a tér, mert itt bármikor a hátam mögül valaki jöhet. Mosógépeket megnézzük? Nem, te, vagy rosszul láttam? Valami ott volt bent? Rosszul láttam, csak a fény, fuck. Jó, na most elvileg ott is tolhatnám tovább, ugye? Vagy pedig még körülnézek a folyosón. Szerintem körülnézek meg a folyosón, jó? Az a biztos. Az a biztos, ne érjen meglepetés. Ja, oda nem tudok bemenni. Bazd meg! Nem. Ismerem a trükkjeidet, a szemétláda. Már simán belefutottam, na mindegy. Jó, hát életben, oké. Ezt legközelebb majd megtanuljuk, hogy hova nem kell jönni, jó? Most egyelőre még teljes mértékben. Ja, igen. Esetleg kicsit beleél, jobban beleélve magadat? Nem. Bazd meg, megint valami? Persze, fölkelt. Baszki! Belejts már el, te pénisz! Nem akarsz megdögleni, vagy valami? Azt hittem, hogy széttapostam. Vagy direkt szórakoznak velem, nem tudom. Ez a két opció van. Jó, szóval akkor végignéztem mindent igazából, nem nagyon van más opcióm. Ha csak nem nézek még el arra oldalra. Ha tudok egyáltalán is van ott bármi az égvilágon. Nem, mert kibaszott rács van ott. Nagyon terelget, nagyon terelget. Nem látszik egyébként, de mocskos módon remegek, jó? Tehát tudom, hogy mi fog következni. Félek az első találkozástól. És lehet, hogy túl aggódom egyébként, és... Simán csak kemények, de nem kell velük foglalkozni. Ez miért nem megy tovább? Gyerünk. Itt hagyjuk Máriát, jó? Hey. Hogy hova megyek? El innen, máshova. Don't worry. I'll be right back. Oké, és mi van még itt? Jó, megtöltjük. Jó, igazából most akkor semmim nincs, ugye? Elvileg ennyi. Hallottam valamit odakint, ami annyira nem fasza. 1932 Brookhaven kórház. Valami van odakint a 100%, és vissza meg nem tudok menni, bassza meg, csak a másik irányból. Aha, mondom én. Kedvenc nővérkém jönnek? Nem. Bejelzett Máriára, oké. Akkor most ugye nekem... Tök egyenesen. Mindegy, fussunk! Valami jön, akkor majd lecsapjuk. Tudom, hogy jönnek, leszarom. Nem ez, ez. Menj oda. Azaz, kiváló. Hmm.
és akkor indítsuk be ezt az egész bazárt, jó? Megvan? Merre van közelebb a lift? Másikon, jó, akkor menjünk arra, oké? Elvileg itt kimegyek, és tök egyenesen, aztán bal oldalt lesz. Nem tudok célozni, bazd meg, már nem hiszem el. Oka van annak, hogy nem kodozok, jó? Lehet, hogy hiba, de mindegy. Gyere, Mária! Pussál már be, bazd meg! Na végre. Nézzük, csak első emelet az jó nekem, de nem. Másodikra megyünk, mert ott még nem voltunk, jó? Tehát első emeletet azt elvileg amennyire lehetett kipucoltam. Már mennyire emlékszem, nézzük csak. Harmadik emelet nem. Ja, nem lennék bejebb, igazából ott már jártam mindenhol, ahol lehetett. Jézusom, mi van itt meg? Sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. As soon as I can. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Back soon, okay? Na, hát ez izgi volt, oké. Tudunk még vele beszélgetni, vagy most már ki vagyunk dobva innen? Nézzünk vissza, meglátjuk. Megjelölt egy M-mel. Na? Mondd valamit. Elvileg, hogyha sokszor megyek vissza hozzá, akkor gondolom jó endinget kap, meglátjuk. Sorry, I just need a moment. Persze, egy pillanat, mi? Van nála valami? Rosszul láttam, hogy oldalra nézett. Csak Máriára nézett, oké. És még a fiókot sem tudom kipucolni, csába. Jó. Az mi volt? Plakáte. Azt mondja, hogy take care of what matters, most leave the rest to us. Tudjuk a palliative care center. Azt mondja, hogy foglalkozzon azzal, ami fontos, a többit hagyja ránk. Tudjuk a nem tudom milyen. Gondoskodó központ. Jó. Ez a C3 az kurva hívogató, szóval gondolom lesz itt valami érdekesség. Majd ide bejövök menteni, hogyha valami gond van, jó? Jelenleg még jól állunk.
Nem tudjátok mit? Mielőtt még valami szar van és a checkpoint az visszadob rossz helyre, most fogok menteni egyet gyorsan, jó? Jó. Na, akkor mi baj? Lehet abból, hogyha megyünk tovább, egy kicsikét mókázni, nézzünk tovább. Szóval azt mondja, hogy itt igen, direct az office-ba kell majd mennem, restroom, oké. Meg tudom nézni ott a túloldalon egyébként, hogy mi van még? Nem tudom, fogalmam sincs, megnézzük. Fogadjuk, hogy... És nyitható bakker, oké, nyitható, ezt megnéztem, jó. Akkor először próbáljunk meg kicsikét itt körülnézni, aztán majd meglátjuk, hogy mi van még. Az? Az nyitható, kiváló. Mi van itt? Ja, ez valami lépcső. Na. Jó, hogy ez a lépcső, ahol följöttem, oké, kiváló. Akkor valahol Laura errefele van. Laura! Bukta. És nyitva van, kiváló. Mi van még itt? Vérfolt! Vérfolt az mindig kell, jó? Ez kötelező horror elem, olyan nincs, hogy valami nem vérfolt. Ketteske, nézzük. Lőszerből már annyi van, mint égen a csillag igazából, már csak használni kéne, de őszintén megmondom egyébként, hogy nem merem. Tehát egyetlen komoly problémám van, hogy fogalmam sincs, hogy a bosszokra mennyi fog majd kelleni, mert hogy bosszok ugye nyilvánvalóan lesznek. Silent Hillben is vannak, jó? Tehát azt mondja, hogy akkor viszont az egyetlen irány. Restroom, meg se néztem. Mekkora kis idióta vagyok. Nem nyert, nem. Valami azért csak van itt, nem? Lősze, legalább annyi, oké. Szóval akkor az út, ott egy kabát, azt megnézzük. Hát, ha van benne valami, legyen benne valami. Nincs benne semmi, oké. Szóval akkor, nagyon szar GPS vagyok, szóval még egyszer meg kell néznem. Azt mondja, hogy arra keresztül tudok menni, ott jobbra van egy folyosó, aztán egy rohadt nagy aula, aminek nem örülök. Aminek nem örülök, de ez van eszköz szeretni. Nővérkék is bemutatkoznak már, vagy nem? Ott is van egy. Szevasz! Mennyire vagy kemény, ha? Eléggé! Bassza meg, eléggé kemény! Eléggé kemény! Azt a rohadt élet! Azt a rohadt élet! Azért lőttem rá egy párat! Oké, ezek kemények lesznek. Bukó, jó. Akkor menjünk be ide. Ez is bukó. Jó, akkor a következő szobák nézzük csak. Bazi nagy aula a jobb oldalt, tudja, hogy tele lesz velük. Leszarom, fussunk neki, nézzük meg. Nem, arrafele be lehet menni, de nem tudom, hogy mi van ott. 5-3 nem is rossz. Ha ott bemegyek, akkor az L3-ba jutok, ott még nem voltam. Nézzünk be! Itt valami az. Lasz! Basz! Nem is kevés, bassza meg, nem is kevés. Oké, akkor durvák leszünk, jó? Szevasz! Azaz, egy kidőlt, oké, többi. Nem tudom, hol a többi, meg nem látom őket, szóval igazából csak hátrágatok, megnézelődök, jó? Ott is van egy, jól látom? Ja. Passzom. Gyerünk. Oké, ő elfogyott. Egy nővérkét is láttam, szóval gondolom ő kisétált innen. Visszajött? Nem jött vissza. Fuck. Tuti Isten, hogy lesz még itt valami. 100%, hogy lesz itt még valami. El nem tudom mondani, hogy mennyire izzadok, mint a ló egyébként, de tényleg. Lőszer, sose baj, ha van. Az meg minek a kijárata. Ezt kinyitom, hogy ki tudjak menni. Oké. Nővérke, szívást kérek! Ez nem is nővérke! Paszki! Ez az a boxoló patkány! Pazd meg! Paszom már. Nem azt akarom, hanem azt. Nem azt akarom, bassza meg. Az üveget. Ezt sosem fogok hozzájutni így. Mondom én, rossz helyen van. És így... Na végre. Legalább ebből a szögből valami. Meg is isszuk gyorsan, oké.
A növékék azok igazából úgy mászkálnak, hogy nem mászkálnak, tehát hogy vannak, de nincsenek. Na, ez micsoda? Nézzük csak. Reed. Azt mondja, hogy a rajzai. Fordítsuk meg. 9-es. Igen, ezek akkor ilyen gyűjthető cuccok, de hogy ide minek jöttem, azt nem értem. Na mindegy. Nem tudom, kéne itt lennie bárminek az égvilágon egyébként? Fogalmam sincs. Ha ezt kibaszom minden? Ja nem, semmi. Nincsen. Akkor viszont esetleg itt a túloldalon. Ez mi? Lőszer! Az se baj egyébként. Az se baj. Azt se tudom egyébként, hogy hogy állok cuccokkal. Nézzük csak, azt mondja, hogy medical az... 5-3 az egészen konkrétan, tök jó, azt mondja, hogy 3 darab shotgun shell van összességében, ami nem túlságosan combos. 99 darab ilyen pisztolylőszer, ami viszont egészen fasza. Nem tudom. Megjelölt az a cucc bármit az égvilágon? Semmit. Szóval igazából semmi értelme nem volt ide bejönni, azon kívül, hogy hülyet csináltam magamból. Én azért körülnézek még egyszer, jó? Hát, ha csak én tévesztettem el. Egy gyors körülnézés, hát ha valahol mutat egy bármit, az nem árt. Abszolút semmilyen szinten nem árt. Nem. Nyente, nyista, nuku. Oké. Akkor hespicsába. És most akkor jobbra tovább, jó. És között a baloldali folyosót azt meg fogom nézni magamnak. Mi szikrázik itt ennyire? Mi ez? Mi egy lift? Azt ki tudom onnan venni, vagy nem? Nem kéne, oké. Jó, miért van az egyébként, hogy csak is kizárólag a videójátékokban ilyen szarok a zseblámpák? Az pedig... Laundry balra, restroom jobbra. Aki a másik folyosóra, ugye? Jó, hogy ez is csak valami ilyen, nem tudom, nyűnyesztő. Shotgun shell. Mind a kettő, kemény. Miért van az, hogy csak is kizárólag az utolsó pillanatban hallom egyébként a rádión ezeket a rohadékokat, amikor már egyébként semmi értelme nincs, hogy hallom őket. Ott még nem néztem. Nurse Station-t azt meg sem néztem még bakker a túloldalon, hülye vagyok. Próbálok nagyjából logikusan haladni. Elvileg itt van ugye a nővérállomás, igaz? Paszki kódot kér, rohadt élet. Ez mi? Szóval a kódot visszaállítottuk a megbeszéltre, a tegnapi meetingen megbeszéltre. Igen, amit a doktor, amit az orvosi pihenőben tartottunk. Azt mondja, ahogy mondtam, nem akarom, hogy bárki is leírja kis papírdarabokra, hogy megtaláljam. Legyetek felelősségteljesek. Remélem, hogy nem azok, jó? Remélem, hogy nem azok. Storage-be, valami? Storage az bukta, oké. Okay. Akkor még hol nem voltam itt? Ott egy termet még nem néztem meg. Treatment room felé. Zárva lesz. Mondom én, hogy zárva van. Persze, hogy zárva van. Miért ne lenne zárva? Szóval akkor, mielőtt eltévedek elvileg arra egy... nem arra, hanem... megvan, oké, okay, ott mentés, ez volt jó, és akkor egy laza jobbos. Akkor nézzünk ki oda, és nézzünk körül. Az hova vezet? Ah! Ahova kell? Oké. Okay. Rendben. Jó, szóval van 3 darab páciens, akivel... Igen. Tehát van 3 páciens, akivel rendkívül sokat foglalkoznak, és rendkívül elkötelezett, hogy meg fogja őket gyógyítani. Nem tudom, hogy mivel, nem tudom miért, de gondolom találkozni fogunk velük. Pak! Oké, ezt valahogy már szét kell barmolnom. Mi van még itt? 3 páciens nézzük, csak azt mondja, hogy 0050-es páciens. Azt mondja, hogy
designation, az nem tudom, kijelölt, azt mondja 301.3, az a C1-es szoba. Initial symptom, sudden outburst of aggression, visual and auditory hallucinations. Oké, tehát hogy a tünetek, hirtelen tükitörés, vizuális és audio hallucinációk. Szóval a jelenlegi diagnózis. Azt mondja, először azt írták, hogy a jelenlegi terápia hatásos, majd szépen áthúzták. Azt mondja, unprovoked outburst declined, social interactions improved. What did I miss? Azt mondja, hogy, tehát, hogy igen, tehát hogy fejlesztette a fejlődő szociális érzék, és a kevesebb kitörés lett, aztán szépen kihúzogatta őket, és azt mondja, mit nem vettem észre. Recommendations, tehát javaslatok, continue with the current therapy, water has a calming effect. Azt mondja, hogy folytassuk a jelenlegi terápiát, illetve azt mondja, hogy a víznek nyugtató hatása van, áthúzták, azt mondja, régebben. Oké, tehát akkor most már nem. Ennek van másik fele, nem tudom, is néztem meg. C1-es, oké, akkor mi a következő, nézzük meg. Azt mondja, hogy 0090-es, nem tudom, 298-as iktató, azt mondja, hogy D1-es szoba. Azt mondja, hogy a tünetek. Igen. Azt mondja, hogy téveszmés érzékelés, jelenleg diagnózis, álmatlanság, nem fogad el sem ételt, sem vizet. Azt mondja, hogy mi az Isten? Delusion. Jusson már eszembe, tehát amikor valaki nem úgy érzékel a valóságot, ahogy kellene. Kényszerképzet. Igen, tehát egy kényszerképzetek megmaradtak javaslatok. Igen, tehát azt mondja, hogy kötelező etetés és hidratáció, azt mondja, fürdés szükséges, to be carried out in the treatment room, tehát hogy a kezelő szobában kell végrehajtani, és altató folyamatos megfigyelést igényel. Rendben van, oké. Okay. Hármas számú kolléga, nézzük. Te mit tudsz? Azt mondja, hogy 130-as beteg, azt mondja, hogy S3-asban, azt mondja, hogy elvittük az L1-be. Tünetek, intense and unrelenting anxiety, tehát hogy erőteljes és nem múló idegesség. Jelenlegi diagnózis, symptoms have intensified into full-blown paranoia, visual hallucinations, tehát hogy vizuális hallucinációk, illetve hogy a tünetek teljesen kifejlett paranoiába váltottak át. Javaslatok. Megemelt gyógyszerezés, can be left alone, move to L1 for closer monitoring. Tehát nem lehet egyedül hagyni, L1-be kell átvinni, hogy közelebbről lehessen vizsgálni. Jó, szóval, fölírtunk mindent. Szóval azt mondja, hogy itt vannak az M-esek, első emeleten vannak az S-esek, onnan elvitték, és akkor a harmadik emelet, ahova nem tudom, hogy a francba fogok följutni, valószínű lépcsőn, csak nem azon. Ott van lépcső? Ott van egy lépcső oldalt valahol, de oda nem tudok még jelenleg bejutni. Oké? Okay? Jó, rendben. Nézzünk tovább. Anyádat! Nővérke jön, tudja, hogy az jön. Szerintem kilövöm a lábát, aztán pofán merem, jó? Mondom, lábát! Na végre! Na! Ez egészen hatékony volt, azt kell mondjam. Szóval, hol nem voltam még, akkor fussunk neki még egyszer innen, oké. Okay. Ez hatásos volt, ez nagyon-nagyon hatásos volt. Restroom, jobbra pihenőszoba, nézzünk be. Pihenőszoba, slozi. Semmi, oké. Okay. Ha más lozikban kell turkálnom, legalább valamit adhatna. Ez a másik ajtó, oké, ezt kinyitom magamnak. Mondom, én legalább egy lőszert, köszönöm szépen, kiváló. Hangunammó, oké. Akkor, hogyha itt kijöttem, akkor jobbra. Ott van az M5. Arra be tudok menni, meg szembe van egy valamilyen szoba. Itt semmi, nem. Köszönöm szépen. Ez a folyamatos légzés, nem tudom kitől jön. Ha fejhallgatóval toljátok, akkor szerintem ti is halljátok egyébként. Nagyon Darth Vader. Odakint megesik, tök jó. És ott nem. Nem, jó. Akkor a nővérke az eltettük láb alól. Akkor benézzék az M-esekbe, aztán bemegyek oda, jó? Már ha tudok. Nem tudok.
az zárva van. Arra felé még tudja, hogy lesz valaki. Az nyitva. Kit fogok itt találni? Jelenleg senkit, oké. Oké, és... ez mi? Ugye ez is csak ilyen megnézős valami, oké. Nem tudom, hogy ilyenkor mit csinál igazából, tehát hogy beleborzunk, valami ilyen gyűjthető cuccat szedtem össze, vagy mi a franc ez? Jó, nem? Jó, ezeket átnéztem, akkor menjünk balra. Itt még amit tudok, azt megnézek, jó? Oda kulcs kell, mi? Tudtam, hogy kulcs kell! Valaki még tudja, hogy itt csoszog, jó? Jobbra is lesz egy bejárat, és akkor itt meg elvileg két szoba van, ugye? Egyik. Na, itt mik vannak, nézzük. Valami dögött. Azaz! Azaz! Shotgun, oké. Jó. Ezzel veszik fel a shotgunt, töltsük be, szerintem az a biztos. Jó! Hú, de fura volt a kamera már megint. Ez mi? Oké. Na. Most már van egy tűnk is, oké. Jól emlékszem, akkor lesz majd egy olyan rész valamelyik fürdőszobában, legalábbis az eredetiben volt. Azaz. Hallottam valami rohadékot, csak hol van? Most bejön, vagy nem jön be? Be tudnak ezek nyitni egyáltalán? Azt se tudom. Vagy csak kifutok, aztán el. Legyen az, jó? Mi baj lehet? Hú, de jól tettem! Bazd meg! Én is tudok ám ilyet kódintani, kisköcsög! Nem áll, hogy ő is egy időben tud velem csapni. Baszki, ez duplát üt? Akkor én triplát fogok, jó? Mondom én, faszom. Jó van, oké. Ez izgi volt. Ez izgi volt, bakker, oké. Ja, itt nem tudtam bemenni, oké. Itt tudtam bemenni, és elvileg itt mindent felszedtem, ha igaz. Hallok valami kurva kaffogást még mindig, bakker. Mondom én, valami van ott. Vagy az ajtón túl, mi van ott? Nurse! Valamiért ott kiment a villany, ennek örülök. Jó, itt semmi. Ez mi? Slozi? Nem, treatment room. Ide is be kéne néznem, nem? Kár, hogy nem tudok. Fuck. Ez pedig akkor a lépcső. Jó. Most hol volt az az ajtó? Hova vezetett? Nem tudom. Nurse lounge. Oda még szerintem. Kaffogunk, nem baj, a következő állomásunk akkor Nurse Lounge lesz. Úgy látom, hogy van is ott bent egy barátunk, nem? Van hát, szevasz! Bazd meg már! És duplát üt a mocskos rohadt nővérke anyját neki. Hármat üt, a kurva anyádat! Bazd meg te!
Rohadt dög. Fú, ezek kemények. A rohadt életben, ezek nagyon kemények. Ezek nagyon kemény szemétládák. Ezekre pisztolyt kell használni, basszus, vagy valami durvábbat. Jó. Nem, nem. Nem nyert tévé. Statikus. Az micsoda? L1-nek a kulcsát megkaptam, kiváló. Ide bent mi van? Lehet, hogy nem is kellett volna egyébként foglalkoznom vele? Legalább egy szirincset adtál volna, vagy valami. Jó, szerintem akkor először is majd... Ja, hol is vagyunk? Igen, tehát akkor azt mondja, hogy az az L1, eddig nem is volt kulcsa neki, most oda be fogunk tudni jutni. Következő alkalommal, és jelenleg most akkor fogom magam is szépen lezárom, és nagyon örülök, hogy itt voltatok. Dobjatok egy ilyet, hogyha tetszett, írjatok valamit, hogyha tetszett, vagy nem tetszett, teljesen mindegy, és ha eddig nem tettétek meg, akkor iratkozzatok föl mindenképpen a csatornára, hogy a következő videókat is lássátok, jó? Jó, remélem élveztetek, ahogy parázok, én nagyon élveztem, hogyha igen, akkor gyertek következő alkalommal is, legyen szép estétek, és sziasztok!